képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Ha testemet nem is, de legalább lelkemet vidd haza a házsongárdi vagy az udvarhelyi temetőbe, vagy terítsd az áldott földön, hogy attól is nőjön a fű és szebbüljön a világ. Tisztelt ház! Az 1889-ben Székely Zsomboron született, és 1953-ban Madridban az emigrációban elhunyt székely írót és katolikus papot, az erdélyi Helikon vezető munkatársát, a Jézus faragó ember az Istenigájában, az Usz Bence, az Én Népem, a Mádéfalvi Veszedelem és a Néma Küzdelem szerzőjét, a székely Homérosz Tamás Járon szimbolikus testvérét, Nyírő Józsefet idéztem. Korosztályom szerencsés és ritka tagjai igen hamar megismerhették a Halina kötétes Nyírő remek műveket, a többség azonban a többség előtt azonban indexetették az 1940-ben Kós Károllyal együtt Korvin Lánccal kitüntetett kiváló erdélyírót. Bizonyára nem véletlen, hogy az emigrációban elhunyt Nyírő József újratemetésére május 27-én pünkös vasárnapon kerül sor, csak egy nappal később, amikor írótársa Tamási Áron 1966. május 26-án elhunyt. Az ő búcsúztatásán az egri érsek ekképp zárta a búcsúzó imáját. Testvérünk Áron, aki hivatásodban a dadogó Mózeset helyett szólattál, az irgalmas Jézus áldásával íme hazabocsátunk téged születésed földjére, ami bensőnkben a miénk is, hisz az anyaföldnek mélyén, odafenn az égben, és az emberi szívek érező kamarájában nem léteznek országhatárok. És nem kis viszontagságok után, hisz farkaslaka helyett a délerdélyi Lupénybe vitték először a hamvakat, június 10-én reggel ért csak be a koporsót szállító vagon Székely udvarhelyre, ahonnan autóval vitték a drága hamvakat farkaslakára, Ülke, Szent Tamás, Szent Illek iskolásainak Mezei Margarétákkal telehintett útján. Most már évtizedek óta zarándokhely Tamási Áron sírja, mert Sütő András szavaival úgy végrendelkezett, hogy farkaslakára hozassék a szülőföldre, esőtartónak, fejünk fölé emelhető szellemi örökségnek a lét zivatarajban. Nyírő József újra temetésekor eszünkbe kell, hogy jussanak Kós Károly 1977-ben történt temetésén elhangzott búcsúztató szavak. A férfiú, aki ide kikísértünk ezt a helyet, a temetőt soha nem tartotta az enyészet a semmivé válás birodalmának. Históriai ihletettséggel fedezte fel, hogy pompás fekvésű cintermeink, temetőink, meg annyi őrhelyei az életnek. Őrálló helyek, ahonnan dolgos múltú ősöktől munkáltató életre és helytállása nyer intelmet a maradék. És valóban, az erdélyi magyarság számára a házsongárdi temető Dzsida és Reményik sírja, a gyulafehérvári székesegyházban nyugvó Márton Áron püspök síremléke a magyarság megmaradásának örök szimbólumai. Ha pedig körbetekintünk a történelmi Magyarországon, tudomásul kell vennünk, hogy a trianoni békeszerződéssel igazságtalanul darabjára szétszakított nemzetünk nagyjai jelenlegi országhatárikon kívül nyugszanak. Gondoljunk csak második Rákóczi Ferenc fejedelmünkre, aki a kassai Szent Erzsében domban nyugszik, Tököl Imrére, akit ugyancsak 1906-ban Késmárkon temettünk el, Andrássy Gyula miniszterelnök Tőketerebesen, a mai Szlovákiában nyugszik, de Balassi Bálint is a régi felvidéke van elhelyezve. Tisztelt ház! A székelyek és minden magyar régi vágya, hogy az emigrációban elhunyt kiválóságaink hosszú évtizedek után anyaföldben nyugodhassanak. Ennek a nemes és igaz kezdeményezésnek lesz pünkösd vasárnapján Székely udvarhelyén a betetőzése, amikor a boldogasszony zarándokonat Mári Radnai megállás után Gyertyó Szent Miklósra érkezik. A szerelvény május 25-én elmegy a gyimesekbe, ahol a zarándokok együtt imádkoznak a gyimesi csángók keresztaljával. Pünkös szombatján Nyírő József hambai Csíkszeredán lesznek, majd másnap a Hargittán át Székely udvarhelyre érkeznek. Itt Székely Mózes erdélyi fejedelmünk szülőhelyén kerül sor a régen várt újratemetésre. A napokban megjelent riasztó hírek számunkra értelmezhetetlenek, és a 21. századi művelt Európában megengedhetetlenek. Ezzel kapcsolatosan bizonyára mindenki emlékszik, hogy a Ceausescu diktatúra idején 1977-ben mindenfajta tiltakozás ellenére a kolozsvári és a kalotaszegi magyarság ezzei vettek búcsút a házsongárdi temetőben Kós Károlytól. Másnap a lányát a román titkosszolgált egyik vezetője kérdőre vonva megkérdezte, kirendezte a temetést. A válasz ez volt, a halott.
Feltételezem, hogy Romániában, a művelt Romániában is ismerik és tanítják Szofoklész Antigonéját, ahol Kreón, a kegyetlen önfejű király nem engedi eltemetni a harc közben elesett ellenfelét, Antigoné fivérét. Antigoné azonban a halálbüntetéssel is dacolva eltemeti testvérét, és Kreó hatalma végül összeomlik. A halottakat el kell temetni, ezt követeli még az emberi tisztesség és a történelmi igazság. Nekünk magyaroknak pedig drága halottaink vannak, akiknek neve nem számadat, hanem a csillagok a föld alatt égen. Meggyőződésem, hogy bármi is történik a következő napokban, Nyírő Józsefnek, mi magyarok és székelyek pünkösd vasárnapján megadjuk a végtisztességet, és eltemetjük abba a földbe, amelyből vétetett. Köszönöm a figyelmet.